A kultúra és az innováció egymástól elválaszthatatlan fogalmak. Egy év alatt egy kategóriát lépett előre Magyarország az Európai Bizottság által összeállított innovációs rangsorban. A magyar kormány az elmúlt években egy teljesen új modellt alakított ki, amelynek alapja a gazdaság és a felsőoktatás szereplőinek együttműködése. Most kapcsoljuk Esztergomból az MCC Festről Csák János kulturális és innovációs minisztert. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mennyire elégedett ezzel a rangsorral? Nagyon fontos, hogy a technológiai és az innovációs listákon, kategóriákban előrébb lépjünk. Mennyire elégedett ezzel az eredménnyel, és milyen feladatot lát még ön előtt? Valóban úgy van, ahogy a bevezetőben említette, hogy az elmúlt években a magyar kormány páratlan módon növelte az innovációra fordított kiadásokat. 1,65%-át a GDP-nek innovációra költjük. De ez csak az input, hogy úgy mondjam, ezek az erőforrások, amit beleteszünk. De a lényeg az az, hogy ebből legyen output is, legyen eredménye. Szabadalmakban, termékekben, amelyek megjelennek nem csak a külföldi vállalatoknál, hanem a hazai kis és közepes vállalkozásokban is. Ezért alakítjuk át a felsőoktatási rendszert, és ezért hozzuk létre azokat az asszociációkat, ahol az ideák megszületnek kutatóintézetekben vagy a felsőoktatásban, azokat összekapcsoljuk a vállalati szférával, és oda tudunk mi állam beszállni úgy, hogy a magántőkepiac is hozzájárul ennek a fejlődéséhez. Hosszú még az út, ugye ez az index, amit említett, az egy nagyon nagy lépés volt, hiszen mi vagyunk az egyetlen ország, aki előrébb lépett. Arra kell törekednünk, hogy ez megjelenjen valóban magyar hozzáadott értéket termelő termékekben és szabadalmakban. Azért az lehet látni pontosan, amit a öldöklő technológiai harc folyik világszinten, és azt is lehet látni, hogy az Unió egy picit hátrébb szorult ebben a versenyben. Magyarország hogyan tud ebből a technológiai versenyből győztesen kikerülni, hogyan tudja behozni a lemaradását, és mondjuk akár a keleti, akár pedig a nyugati technológiák segítségével hogyan tud előrébb lépni ön szerint? Nagyon lényeges, hogy nem keletben és nyugatban gondolkodunk, hanem a globális megoldásokban gondolkodunk. Nekünk épp olyan fontos együttműködni dél-koreai, vagy szingapúri, vagy japán, vagy kínai vállalatokkal, mint amennyire amerikai, vagy európai uniós vállalatokkal. Ugyanis valójában a vállalatok vannak egészen közel a piacokhoz. Ők tudják azokat az igényeket, amelyeket a piac visszaigazol, akár technológiáról legyen szó, akár termékekről. Mi Magyarországon nagyon sikeresek vagyunk a külföldi tőke behozatalban. A világon az egyik leginkább nyitott gazdaság a miénk, ez megmutatkozik az export-importban is. De az a fontos, hogy azok a vállalatok, akik ide jönnek hozzánk, azok kezdjenek el együttműködni az egyetemeinkkel, a kutatóintézeteinkkel. Tehát, hogy már mi a jövő technológiáin, a 10 vagy 20 év múlva érvényes technológiákkal foglalkozunk. Ez bizonyos előrelátást igényel, de hát ugye a tudomány és a kutatás innováció területe az egyetemes, globális téma, és hála Istennek van nagyon sok tehetséges kutatónk, az egyetemeink egyre jobb eredményeket érnek el a ranglistákon is, és nagy örömömre szolgál ugye a felsőoktatásban azzal, hogy itt most már szóban és a teljesítmény ösztönzőkben olyan követelményeket támasztottunk az egyetemekkel szemben, amely arra irányítja őket, hogy főleg a matematikai, a mérnöki, a műszaki tudományokban növeljük a hallgatók számát, és ebben az idei felvételiben ugye 27-28%-kal nőtt a felvételizőknek a száma, de ugyanakkor ezeken a területeken, műszaki, mérnöki, matematikai területeken több mint 30%-kal nőtt. És ez persze hozzátartozik, hogy egyre több jogosítványt adunk oda az egyetemeknek, hogy ők maguk választassák ki a hallgatókat, és az is nagy öröm, hogy a pedagógiai, és ebbe beleértem a gyógypedagógiát, a tanár, a tanítószakot,
oda is többen jelentkeztek, mert az egyetemeink csak olyan jók tudnak lenni, mint amilyen a kibocsátás a köznevelésből, az általános iskolákból, a gimnáziumokból és a szakképző intézetekből. A szakképző intézeteknél is elindítottuk az 5 éves képzést, ahonnan egyenes út vezethet az egyetemre azoknál a hallgatóknál, akik további elmélyülést kívánnak a szakmájukban. Ön azt mondta nemrég, hogy mindenhová el kell juttatni a kultúrát, és ön miniszterként azon dolgozik, hogy ez meg is történjen. Azért nyilván az orosz-ukrán háború, az uniós gazdasági politikai helyzet nem mindig a kultúra terjedését segíti. Hogyan tudja ezt ön megvalósítani, hogyan látja ennek a jövőjét, hogy a kultúra sokkal hangsúlyosabb legyen, sokkal nagyobb jelentőséget kapjon? Magyarország mindig is a környezetünknél, vagy akár az Európai Uniónál lévő országoknál többet költött a kultúrára. Most is nagyjából a GDP-nek az 1%-át költjük, míg az európai átlag az olyan 0,5% a GDP-nek. Ugye mi ahhoz, hogy azt a teljesítményt kihozzuk, amit tudunk, hogy a tudományban, a sportban, a művészetekben, hogyha végignézzük az elmúlt évszázadokat, a múlt évszázadot is képesek voltunk teljesíteni, az kell, hogy jól gazdálkodjunk az erőforrásainkkal. Amikor mondjuk egy sportolónk nyer egy versenyt, vagy egy művészünk, az nem csak a technikai tudás, az érzés, hogy egy közösség tagjaként a közösségből kinőve képes voltam erre a teljesítményre. Hát mondanom se kell, amikor egy olimpiai bajnokunk meghallgatja a himnuszt, akkor az egész ország ott áll. Amikor egy gyönyörű koncertet hallunk mondjuk a Carnegie Hallban, akkor az egész ország ott van és ott tapsol. Ezt nem adhatjuk föl. Viszont ehhez ki kell nevelnünk a közönséget, és ki kell nevelnünk azokat a művészeket. Hogyha meggondolja, Liszt Ferenc Doborjában született, az vidéken van. Bartók Béla Nagyszent Miklóson, Kodály Kalocsán, bocsánat, Kecskeméten, vagy Ligeti György Dicsőszentmártonban. Hogyha ott nem kapják meg azt a lehetőséget, hogy zenét tanuljanak, hogy műveltséghez jussanak, akkor őrőlük nem tudnánk. Mert nem jutottak volna el oda. Tehát nekem ezért feladatom, és a magyar kormány ezért törekszik arra, hogy bár Budapest mindig túlsúlyos lesz, de mindenhová juttassuk el Magyarországon és a Kárpát-medencében a magyar kultúrát, mert így lesz a jövőben közönsége a magyar kultúrának, művészeteknek, előadó és alkotó művészeteknek, és így fogjuk megtalálni azokat a tehetségeket. Mi egy viszonylag kis nemzet vagyunk, 13 millióan itt a Kárpát-medencében, jól kell sáfárkodnunk a tehetségeinkkel. Csak nagyon fontos kérdés még, ha már a tehetségekről és a kultúráról beszéltünk, a Zeneakadémia körüli hullámveréshez mit szólt egyébként? Előtt már ez, ha nem is a botrány, de ez a vita, ami a Zeneakadémia körül kialakult, hogy látja ezt? Nem tudom, hogy elült-e. Én ugye elmondtam rögtön az elején a miniszterségemnek, hogy kultúrában innovációt akarok, és az egész országban innovációs kultúrát akarok. Amikor ilyen viták kialakulnak, azt én nagyon üdvözlöm, mert találkoznak egymással különböző nézetek. Abból nem lehet engedni, hogy ugyanúgy, ahogy a tudomány, úgy az előadó művészet, az alkotó művészet is nemzetközi egyetemes terep. És ezért olyan vezetők kellenek, olyan intézmények kellenek, amelyek képesek nemzetközileg megállni a helyüket, sőt, az élen járni. Bocsánat, itt kifújta a vihar a fülemből a fülhallgatót. Tehát üdvözlöm ezeket a vitákat, de nem engedünk a minőségből. Csák János, köszönöm szépen a interjút és a lehetőséget, és érezze jól magát ott Esztergomban. Köszönjük. Köszönöm szépen, minden jót kívánok. Köszönöm. Minden jót.